Jó napot kívánok, én dr. Kovács József, a Kirkószoba Egyetem vezetője. Nagyon sok furcsa ember van, aki úgy gondolja, hogy nincsen aura, hogy az energiákkal semmit nem lehet csinálni. Hát, Isten áldja a lelküket. Legyen. Azonban azok az emberek, akik érzékelik az energiákat, látják őket, és tudják, mit kell velük csinálni, azok rengetegféle ráhatást tudnak tenni ezekre az emberekre. Úgyhogy érdemes igencsak megtanulni, hogy milyenek ezek az energiák, hogyan lehet őket kezelni, mert akkor azt is látjuk, ha valaki beleavatkozik a mi energiarendszerünkbe. Hát ha az ember energiarendszerébe beleavatkoznak, hogy sok mindent tudnak csinálni, és hát sajnos nagyon sokan vannak Magyarországon is, akik negatívan avatkoznak bele. Hát gondoljanak a cigányasszonyokra, ezt, hogy cigány, ez nem lenézés, hát az, én a cigány lennék, én is azt mondanám, hogy cigányasszony. Tehát gondoljanak a cigányasszonyokra, akik kiválóan tudnak átkokat mondani, kiválóan tudnak rontásokat küldeni, tehát ők is energiákkal dolgoznak. És akkor jön a szerencsétlen ember, akinek erről gőze nincs, és nem is látja, hogy mit csinálnak vele, így aztán bármit megtehetnek vele. Tehát ezért jó, ha fejlődünk energetikailag, jó, ha fejlődünk az auralátásban, az auraérzékelésben. Erre valók az Exoscience tanfolyamaim, erre való a Kirkószoba Egyetem is. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.